520.528 fő pontosan. 523 olyan település van, ahol 10%-nál több a magyar. 435 olyan település, ahol 50% fölött van a magyarok lélekszáma. És 14 város, ahol abszolút többségben vannak a magyarok. Nem az, hogy szégyelte születését és anyanyelvét, hanem egyáltalán a létét, a megmaradását. És most tessenek egy kis rövid matematikát csinálni. A közel 1 millió magyar, és most az 550 000, tessenek nekem megmondani, hova tűnt 400 000 magyar a Felvidékről. Jó estét kívánok, Fort András vagyok, a Szabad Editor tudósítója. Kedd este van, 3/4 hét néhány perccel, itt állunk a Stefánia úton, a szlovák nagykövetség előtt, ahol körülbelül 200 ember demonstrál a Benes dekrétumok ellen. És a Benes dekrétumoknak a szlovák parlament által megtörtént ratifikációja ellen, amelyen tulajdonképpen legalizálták újra a Benes dekrétumot, illetve a kollektív bűnösség ellen. Kb. 200 ember van itt, magyar és árpád szávos zászlókkal. Rendőrök zárták el kordonnal a szlovák nagykövetség előtti teret. És egyetlen egy embert nem láttunk még a szlovák nagykövetségből sem kinézni, semmilyen kommunikációt kezdeni. Itt van Torockai László, itt van Gonda László. Tisztelt testvéreim! Folynak a beszélek, és nem tudjuk. Most beszélt Torockai László, meg is nem tudom. Eltelt egy esztendő, és az is kiderült, hogy nem csak Ján Szlota beteg a szlovák parlamentben, hanem immáron úgy tűnik, hogy ragályos ez a súlyos betegség, és az egész szlovák parlament beteg. Hiszen a magyar koalíció pártja kivételével valamennyi szlovák képviselő vagy felvidéki képviselő megszavazta a benesi dekrétumokat. Tehát én azt mondom, drága honfitársaink, hogy tisztában vagyok azzal, hogy sokkal többen lennénk itt természetesen, hogyha az a 10 millió honfitársunk, aki kiábrándult már az itteni állapotok miatt, abból, hogy valamit cselekedjen, tisztában vagyok azzal, hogy abban az esetben, hogyha a magyar köztársaságnak normális kormánya lenne, akkor nem csak 1992-ben, vagy éppen 93-ban, hanem még 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben, vagy akár 2010-ben még elő lehet venni azt a kérdést, ami 15 éve itt függ Közép-Kelet-Európában, és ez pedig Szlovákia, mint állam kérdése és léte. Hiszen nem a benesi dekrétum, ha már történészkedni akarnak a szlovák képviselők, nem a benesi dekrétum ma a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy ők jelen pillanatban miféle jogon, miféle történelmi alapra építkezve akarják kitaszítani Felvidékről az ottani őslakosságot, a velük együtt legalább 1100 éve együtt élő magyarságot. Ez itt elsősorban a kérdés, drága testvéreim. És semmiféleképpen nem mondjuk most már egy Ján Szlota, hiszen ő rajta már tavaly is túlléptünk. Ezért mindenkinek azt javaslom, aki most itt van, nem foglalkozva azokkal, akik nincsenek itt, hogy cselekedjünk. Cselekedjünk. Tegyünk azért, hogy a közeljövőben, és lehetőleg minél hamarabb, legyen magyar kormány, legyen olyan magyar kormány, amely megkérdezi ezt a szlovák parlamentet, amely a benesi dekrétumokat most ratifikálta, hogy milyen jogon tette ezt egyáltalán, miféle legitimitása van ma 2007-ben itt Közép-Kelet-Európának, Európában az általuk vezetett államnak. Tehát azt mondom, hogyha később nem, vagy hogyha előbb nem,
akkor október 23-án, október 22-én, és mindig, amikor tudjuk majd, hogy itt lesz az idő, akkor mindenki cselekedjen. Mert hogyha lesz magyar kormányunk, akkor ez sem lesz többet probléma, miért ma itt vagyunk. Köszönöm szépen! László beszéde közben némi kis affér történt, tojás dobálás folyt, de most éppen nem a demonstrálók dobálják a tojást, hanem a demonstrálókat dobálják tojással. Feltehetően Torokszai László volt a célpont. Valami mozgást észleltünk az előbb a szlovák nagykövetség épületén belül. Hátizsákos emberek járkáltak ide-oda. Jelenleg Szegedi Csanád beszél, a Jobbik alelnök.